pécsi építészet múltját és jelenét bemutató tárlatsorozat nyílt kedden délután a Pécsi Galériában, melyet dr. Páva Zsolt, a város polgármestere nyitott meg. A pécsi építészet történetét 1880-tól 1980-ig bemutató kiállítás a Művészetek Házában. A kortárs munkák, vagyis 1980-tól napjainkig a Pécsi Galériában és a Pécsi Kis Galériában kaptak helyet. Pécset élő építészeket hívott meg a felhívás. A feltétel az volt, hogy Pécset megvalósult épületről van szó, és egy kamara által választott, összehívott zsűri volt az, aki erre felkért zsűri, aki szelektált egy bizonyos számból, de valójában majdhogy nem minden anyag itt van, amit az építészek önmaguk, saját maguk zsűrijén átengedtek. Helyen közel 80 építész, majdhogynem 90 építész munkája látható, olyan 100 fölötti tablón. Talán első lépcsőjének tekinthető abba a fajta szellemi közegbe, amit mi megcéloztunk, hogy az itt élő építészek egymásra találjanak, ne veszítsék szem elől egymást, és mutassák is meg magukat ebbe a városban. Ez azt jelenti, hogy Pécs egy jelentős építészeti szellemi bázis, amely magyarországi viszonylatban is egy kiemelkedő helyet foglal el. Talán a hely varázsa, a helynek a panon jellege, talán az itt munkálkodó elődöknek gondos keze, talán a történelem lehellete, talán a Bauhaus idézete, és folytathatnám a talánok sorát, vagy az eklektika művessége, vagy ha a kultúrtörténetinek nézem, Janus Pannonius léptei nyomdokán, vagy azzal, hogy 4 szerzetes rendet fogadott Pécs, püspökváros volt, 1780-ban polgárvárossá vált. Valószínű ezek mind olyan meghatározó elemek, amelyek gazdagították az itt élő pécsi építészek lelkületét. Pécset a Janus Pannonius Tudományegyetem Polák Mihály Műszaki Főiskolai Karán egyetemi képzés született. Építészeket, építőművészeket képző egyetemi képzés született, amelynek záloga talán egyben az egyik nagyon fontos záloga ez a kiállítás is, amely dokumentálja, hogy itt valóban olyan jelentős építészeti műhelyek működnek, amelyek a legjobb garanciát adják arra, hogy ez az építőművész képzés ne csupán egy névtábla csere legyen a főiskolai képzés után, hanem valóban igazi, mély, komoly gyakorlati tapasztalatokat biztosíthasson azoknak a hallgatóknak a számára, akik ezt a pécsi képzést választják, mondjuk a Budapesti Műszaki Egyetem vagy az Iparművészeti Főiskola építész képzése mellett. A nagyszabású színes anyagból összeállított tárlatok a 3 helyszínen szeptember 27-éig láthatók, és utána hamarosan országos turnéra is indulnak.